annyira unatkozom. Mit tettünk? Nem tudom, Missy Fú. Olyan meleg van, nincs kedvem semmihez. Igen, nekem sem, de unatkozom. Sziasztok, srácok! Megyek kirándulni! Szükségem lesz erre is! És kabátra is! De hova mész ezzel a sok cuccal? Olyan meleg van! Hova mész, Lili? Úgy döntöttem, hogy az északi sarkra megyek, mert hát itt nagyon meleg van. Van egy ötletem! Miért nem kalandozunk a fagyasztóban? Á, ez olyan jó! Mi? Veszély! Ó, ez mi? Ez Tati háza! Ráközelítek! Ez Tati konyhája! Van valami a fagyasztóban. Tresz, tri-strát! De a ti, Lili, Missy Fú aprók leszünk, és a fagyasztóba megyünk. Mi az? Mennem kell, és meg kell mentenem őket, mielőtt túl késő lenne. Ó, milyen jó itt! Miért aludt ki a fény? Tati, félek! Ne aggódjatok, srácok, ez normális. Amikor kinyitjuk a hűtő ajtaját, kigyullad a lámpa, ha becsukjuk, kialszik. Tati, hozd vissza a fényt! Tresz, Tris, Trasz, gyulladjon ki a lámpa! Én annyira fázom, meleg ruhákra lesz szükségünk. Tresz, Tris, Trasz! Ez sokkal jobb. Rendben, srácok, menjünk fagyit horgászni. Tresz, tris, trász, megjelenik egy tó fagylaltal. Menjünk horgászni! Ez nagyon furcsa volt. Ne gondoljunk rá is, horgásszunk fagyit! De hogyan fogunk lyukat nyitni a jégen? Az én szuperkörmeimmel, tadá! Mert szuper hosszú és erős! Micsoda móka! Mi volt ez a zaj? Fogtam egy vaníliát! Én meg egy mentát! Mázlista! Az enyém eper! Együk meg a fagyit! Olyan jó! Ízletes! Gyorsabban elkap minket! Nagyon megijedtem. Fú, de hogy bírnak mozogni a fagyis dobozok? Szépen, ugye? Ugye? Hagyd abba, Lili, megrémítesz! Nyugalom, srácok, ki fogjuk vizsgálni. Derítsük ki, hogy mi történhetett. Valami ott megmozdult. Félek! Használd a pálcát, Tati! Igen, igen, mindjárt kijutunk innen. Tresz, Tris, Trasz! Hoppá, nem működik. Lefagyott, és az elemek nem működnek. Most mit csináljunk? Most már közel vagyok.
ez nagyon ijesztő. Nézzétek, srácok, bármi is az jobban fél, mint mi. Lássuk csak, mi az. Szia! Gyere, gyere, ne félj! Kérlek, ne egyél meg! Ne aggódj, nem fogunk bántani. Azt hiszem, ismerem őt. Nézd, Missy Fú, én vagyok a Yeti. Akkor nem fogsz bántani. Fagyos, te vagy az. Rég volt már, emlékszel, Tati, amikor 4 évesek voltunk, hóembert csináltunk. Aztán betettük a fagyasztóba. Azóta is itt van. Fagyos. Fagyos, olyan jó látni téged. Hoppá, leesett a bajuszod. Ah, minden rendben, felpróbálhatod, ha akarod. Hogy áll rajtam? Na és rajtam. És milyen a fagyasztóban élni? Nekem mindenem megvan, csak nagyon magányos vagyok. Ó, nagyon sajnálom. De van egy remek ötletem. Mit szólsz ahhoz, ha több hóembert csinálunk? Így soha többé nem leszel magányos. Ez tetszik? Nagyon szeretném, de hogyan fogod csinálni? Én egyedi vagyok. Természetesen egyedi vagy. Minden lény az, de több különböző hóembert is készíthetünk, így soha többé nem leszel magányos. Jó? Jubi! Hóemberek! Ez nagyon jó móka. Persze, hogy az. Most itt egy kar. Nagyon jól néznek ki. Művészek vagyunk. Most ki kell találnunk, hogy hogyan jutunk innen pálca nélkül. Hé, valaki jön. Mr. Morning! Mr. Morning! Itt vagy lent! Mit csináltok odalent? A gépem azt jelezte, hogy veszélyben vagytok. Valami yeti van a fagyasztóban is. Ne aggódjon, Mr. Morning! A barátunk fagyos és nagyon kedves. Elhoznád nekem az extra varázspálcámat, léci? Remek! Egy új barát! Azonnal hozom! Tessék, Tati! Köszi szépen! Tres, tris, trász! Minden hóember igazi legyen! Jubi! Annyira cukik! Jubi! Jubi! Ne felejtsetek el feliratkozni! Segítség! Segítség! Valaki segítsen nekem! Mi volt ez? Szegény Missy Fú, miről álmodik, amitől ennyire megijedt? Tudom, belemegyek a rémálmába, hogy segítsek neki. Tres, tris, tras, Missy Fú álmaihoz Tati utazzon el. Segítség! Missy Fú, minden rendben. Túl magas! Gyerünk, Missy Fú, meg tudod csinálni. Emellett azért vagyok itt, hogy segítsek. Add a kezed. Milyen ijesztő. Igazad volt, Tati. Nem olyan nehéz. Köszönöm szépen, Tati. Ez nagyszerű volt. Most menjünk át azon az ajtón. Gyerünk, Missy Fú. Menjünk át az alagúton.
Nem, Tati, félek. Gyerünk, Missy Fú, közösen át tudunk jutni az alagút másik oldalára. Tati! Nyugi, Missy Fú, csak tedd, amit én. Egy, kettő, három. Egy, kettő, három. Egy, kettő, három. Köszi, Tati! Milyen furcsa támadsz, Missy Fú. Most mi lesz veled? Ez engem nagyon megijeszt. De ez csak egy zöld füvvel teli rét. Miért ijesztesz téged meg ennyire? Nem, nem és nem. Valami szörnyűség lappang. Mit csináltál vele? Mi történik most? Nem tudom, de félek. Nem tudom, Missy Fú. Bármi is legyen, odaérünk ahhoz az ajtóhoz. Nyugodj meg, Missy Fú! Tati, most mit csinálj? Megvan! Menjünk táncolni! Táncolni? Igen, igen, táncolni! La 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 la! Missy Fú, lenne egy kérdésem. Mit keresünk? Egy fagylaltot. De ez nem akármilyen fagylalt, hanem a világ legjobb fagyja. Nézd, Missy Fú, milyen könnyű. Csak át kell úsznunk a másik végére, és kész. De, Tati, nem láttad azt a sok cápát a vízben úszni? Hm? Nézd, Missy Fú, mindenre van megoldás. Nézzétek, srácok, ki akar enni? Fúst gyorsan, Missy Fú! Srácok, az étel ez! Nos, Missy Fú, élvezd a fagyit! Ez a tiéd is, Tati! Köszi, Missy Fú, de nincs kedve menni, ideje indulnom. Köszi, Tati, hogy segítettél! Milyen jót aludtam! Milyen furcsa, hogy Tati még mindig alszik. Tati! Ébredj! Hadd aludjak, Missy Fú, kimerültem. Nem, mint egész éjjel fentettél volna. Ne felejtsétek el megosztani! Vihar. Most már biztonságban vagy, kisbarátom. Ne aggódj, jobb lesz neked itt. Nem, nem így kell a sárkaripát felvágni. Maradni a kedvenc műsoromról.
Ne aggódj, Missy Fú, kimegyek a konyhába és szerzek egy gyertyát. Rendben, itt várlak. Ha? Mi volt az? Nyugi, Missy Fú, biztos vagyok benne, hogy csak a szél volt. Igen, biztos vagyok benne, hogy a szél volt, de azt hiszem jobb, ha veled megyek a konyhába. Szerintem ez egy remek ötlet. Ne aggódj, bogár úr. Jó meleg lesz itt a biztonságban. Milyen unalmasok az áramszünetek. Nos, azt hiszem most már mindannyian biztonságban vagytok. Azt hiszem egy kicsit szűkösen vagyunk. Tudom, a pálcám segítségével lekicsinyítem őket. Truszki Patruszki, zsugorodjatok össze! Ijeszgetés volt. Igazad van. Néhány zaj miatt nem szabadna ilyenni válnunk. Bátrabbnak kell lennünk. De Tati, most mi a baj? Tükröm, hívd a nővérem! Ez fura! Újra fel fogom hívni. Missy Fú, szerintem menj le, hogy megnézd, ki hív. Nem. Szerintem neked kellene lemenned a földszintre. Engem soha nem hív senki. Nos... Nem baj, ha nem válaszolunk, igaz? Lehet, hogy Nihong üzenetet a varázstükrön? És te ki vagy? Mivel a húgom nem jelent meg, ezért nem fog segíteni nekem. Térjenek vissza! Nekem úgy tűnik, minden visszatért a normális kerékvágásba. Akarsz játszani az új barátommal? Lájkoljátok, ha tetszett!